Kedves nézők, itt a Weekendben, valamikor március elején beszélgettünk a szervezőkkel arról a tehetségkutató programról, amelyre jelentkezni lehetett 10 és 21 év közötti fiataloknak a megyéből. Nem kevesebb volt a tét, mint 1,2 millió forint, hiszen egy éven keresztül havi 100 ezer forintot juttatnak majd a nyertesnek. Hát időközben ugye lezajlott ez a válogatás, több mint 39 fiatal pályázatát olvasta el egy kis zsűri, egy kuratórium, és ebből három olyan fiatalt választottak ki, akik nagyon-nagyon nagy eséllyel indultak. Szombaton a Victoria Gardenben került sor erre a gála estre, ahol hát megszületett a győztes, aki itt ül körünkben, Stillman Anna, és édesanyja, valamint edzője, Juhász Attila. Sziasztok! Nagyon izgalmas volt, azt gondolom, ez az időszak. Anna, te hol olvastad, hogy lehet pályázni erre a dologra? Hát igazából nekünk ismerősünk mondta, hogy ajánlotta ezt a pályázatot, hogy van ilyen lehetőség, és hát úgy gondoltuk, hogy miért ne próbálhatnánk meg. Feltétel volt, hogy a szülő is ajánlja, vagy a vele foglalkozó pedagógus, edző, úgyhogy mindketten ugye leírtátok, hogy Anna milyen tehetséges. Ugye sportoló vagy, tehát hihetetlen eredményeid vannak a küzdősportban, a karatéban, de azt, hogy egy ilyen versenyben kell részt venni, ezt lehet, hogy nem is sejtetted, ez más típusú volt, mint amikor ringbe szállsz, ugye? Igen. Hogy érezted magad? És egy picit azért mutassuk be az ellenfeleidet, nem voltak ellenfeleid, hiszen szerintem jól összehaverkodtatok. Tóth Bence, aki a robotika területén jeleskedett, ő egy feltaláló, és a másik pályázó pedig Kovács Péter, aki az Arany János Általános Iskolában úszik, és 2017-es esztendő egyik legtehetségesebb sportolója, úszója volt ő is. És szóval mennyire volt izgalmas maga ez az este, Anna? Hát nagyon izgalmas volt, és teljesen más volt, mint egy karate verseny persze, és igazából ezt így nem tudom így megfogalmazni, hogy miben volt más, de tényleg eltért. Nos, most ugye egy éven keresztül egy picit talán könnyebb lesz, ha lehet ezt mondani, legalábbis a felkészülésbe, az utazásokba segít majd ez a pályázat. Anya, mi sokat beszélgettünk, és elmondtad, igen, ugye, hogy ez egy nagyon nagy áldás, akinek egy ilyen tehetséges gyereke van, de rengeteg feladattal is jár. Igen. Hogy érzed most, mennyivel lesz egy picit egyszerűbb az életetek? Annyival lesz egyszerűbb, hogy könnyebben el fogunk tudni jutni az edzésekre, illetve nem csak az edzésekre, hanem maga a versenyekre. Ugyanúgy össze kell lesz hangolnunk, tehát ugyanúgy föl kell készülnünk előtte természetesen, de nem mindegy, hogy most esetleg aznap le kell utaznunk, vagy esetleg már előző egy-két nap le tudunk utazni, és ott tudunk helyben esetleg gyakorolni, esetleg különböző edzéstársakkal, ugye, akik esetleg más klubokból vannak, esetleg össze tudjuk gyakorolni a gyakorlatokat, idézőjelben lesz gyakorlatokat, vagy esetleg ki tudja magát az utazás fáradalmait pihenni is. Most reméljük, hogy ez még eredményesebbé teszi Annát. Attila, te miben látod az annak különleges erősségét esetleg? Tehát mitől tehetségesebb ő, mint bárki más, akit esetleg ismersz, vagy edzesz? Én azt gondolom, hogy mindenkiben ott van az a bizonyos tehetség. Anna konkrétan a tehetségét a szorgalmával tudja pallérozni, és hogy minél többet tud edzeni, és minél jobban akarja abban. Mit jelent abban ez pontosan? Az igazi tehetség. Mit jelent ez pontosan, ez a sok edzés? Tehát hogy képzelje el ezt a néző? Heti hány óra, hány alkalom, milyen kihívásoknak kell megfelelni? Tehát az alapedzések azok heti három alkalommal, hétfő, szerda, pénteki edzések vannak, de az, hogy ő elérje azt a versenyszintet, a versenyzői szintet, ezeket ki kell egészíteni. Tehát vannak külön edzések, a keddi, szerda, illetve szombati edzések, amikor különböző edzésmódszerekkel próbáljuk az ő versenyzői akaratát, illetve stílusát kiélezni, kihegyezni.
Anna, egészen pici korodban elhatároztad, hogy te dobogós, akár Európa-bajnok, világbajnok, olimpiai bajnok, tehát mindegy. A lényeg az, hogy egy óriási versenyen dobogóra állj, és a családban egyébként a küzdősportok ugye nem volt ismeretlen fogalom. Mikor érezted először, hogy ezt meg tudod majd csinálni, vagy képes lehetsz rá? Ez talán akkor alakult ki úgy bennem, hogy képes vagyok rá, amikor megnyertem az első diákolimpia döntőmet. Na most akkor egy picit ne legyünk szerények, jó? Tehát mondd el, hogy mik azok az eredmények, amelyekre a legbüszkébb vagy, és mik a célok most ezek után? Említettem már a Dream Cup World-ös eredményemet, arra vagyok a legbüszkébb, de persze az összesre az vagyok. És most a legelső célom az, hogy az Európa-bajnokságra ki tudjak jutni. Ez mikor lesz? Azt pontosan még nem tudom, de majd előtte lesz egy ilyen kvalifikációs verseny, amit ahhoz, hogy kiussak, mindenféleképpen meg kell nyernem. De úgy körülbelül, tehát egy év, két év, vagy... Ezen az évben. Ebben az évben. Azért már arra gondoltam, hogy ez tényleg nagyon... hogy is mondjam, türelmesnek kell lenni, hogyha az ember nem tudja, hogy mikor fog történni egy nagy megmérettetés, és nap mint nap nagyon kitartóan kell edzeni. Ennek az ösztöndíjnak ugye egy feltétele az, hogy hónapról hónapra beszámolj majd arról, hogy mi is történik veled. Nem tudom, hogy ez mennyire okoz neked nehézséget, hogy így bepillantást engedj a mindennapjaidba. Egyáltalán nem okoz nehézséget, mert... úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan nagy dolog, hogy beszámoljak az eredményeimről. Én pedig abban bízom, hogy ez egy fantasztikus kezdeményezés volt, és jövőre talán még többen pályáznak majd, illetve még több forrás, még több támogató gondolja úgy, hogy ebben a megyében nagyon sok a tehetség, akár ugye a sportban, zenében, irodalomban, gyakorlatilag bármiben indulhatnak a fiatalok. Most úgy látszik, hogy a sport volt az, amiben talán a legtöbben jeleskedtek. Talán már végezetül csak annyit, hogy mi az, amit így útravalónak tudtok üzenni azoknak, akik úgy érzik, hogy van legalábbis egy kis szikrányi tehetség bennük valamire, te mondjuk edzői szemmel. Hát gyakorolni, nagyon sokat gyakorolni. Tehát ha valaki tehetséges, az nem biztos, hogy lesz világbajnok, nem biztos, hogy éppen olimpiai bajnok, vagy ha nem a sportot nézzük, mondjuk nagyon-nagyon híres zenekarvezető, ha nem gyakorol, tehát nem csinálja azt tudatosan, céltudatosan, amit ő, amiben ő tehetséges, akkor abban nem lesz semmi. Tehát mindenféleképpen sokat kitartás kell gyakorolni, így van. Anyaként egy mondat? Anyaként mindenféleképpen a kitartás és a szorgalom mindenféleképpen, mert csak úgy lesz meg mindennek a gyümölcse. Na hát Anna, nem tudom, hogy ezt meg tudod egy cáfolni, vagy csak megerősíteni. Megerősíteni. Nos, hát akkor te megcsináltad, úgyhogy az én megcsinálom ösztöndíj 2018-as esztendejének győztese Stillman Anna. Gratulálunk neked, és kívánunk tényleg sok sikert. Úgyhogy most akkor gyakorlatilag azt gondolom, hogy ajándékba egy kis lazulásképpen akkor meghívunk egy kávéházba, a Menta projekt zenél nekünk. Napi színház. Sosincs vége, játszom valaki más. Ezután utazók csavargó, egy őrült a háztető, szereplők egy darabó, amit végignézni nincs idő. Odakint a város, jön majd valaki más, ezután.
este felé, még tehetnénk egy kör talán, figyelnék az utca zenészt, vagy emlék lenne a kínainál. De ha nem jössz, nem baj, valahol s látok reggel. Ellen névecs éjjel túsunk itt már, a szamuráj. Ezzel a csodálatos képpel ünnepeljük mi már előre a Csillagászat Világnapját. Kedves nézők, egyébként április 28-a ez a bizonyos nap. Nagyon érdekes, úgy olvasom, hogy ez mindig a hold fázishoz igazodik, és az első negyedhez legközelebbi szombatról van szó, tehát ez most éppen április 28-a lesz. Tarján Péter fizikus, a Nyíregyházi Egyetem docense a vendégünk, és egy fantasztikus égboltot hoztál, pedig már így azt akartam mondani, hogy lehoztad itt a csillagokat is nekünk, hát gyakorlatilag igen, hiszen az asztalunkra tetted. Mi is pontosan ez az égbolt? Semmi köze a földgömbhöz, azt szögezzük le, ugye? Igen, hát ez egy első ránézésre földgömbnek látszó tárgy, de ez valójában egy éggömb. Ugye azt már a ókori emberek is megfigyelték, hogy amikor felnéznek az égre, akkor az olyan, mintha egy égbolt, egy kupola lenne fölöttünk, és hát ennek ilyen szép vizuális megvalósítása ez az éggömb, amely mutatja az égboltunkon elhelyezkedő csillagoknak a helyzetét, mutatja a napnak az éves pályáját, ezek a rózsaszín pöttyök mutatják, hogy a különböző napokon éppen hol tart a nap valamilyen vonatkoztatási rendszerben, illetve hát amit láttunk a sötétben, az pedig az volt, hogy az ókori emberek a csillagokhoz, a csillagcsoportosulásokhoz valamiféle csillagképeket rendeltek hozzá, olyan figurákat, olyan alakokat láttak bele ezekbe a csillagcsoportokba, amilyeneknek tényleg csak a fantázia szabott határt, és ezeknek a művészi rajzai szintén látszódtak az éggömbön. Ugye gyakorlatilag a fizika és tulajdonképpen a csillagászat is egy nagyon komoly tudomány, és egy reál tudomány, de hát mégis annyi minden, annyi misztikum és spirituális dolog kapcsolódik hozzá, hogy első olvasatra azt gondolom, hogy a legtöbb embernek mégiscsak egy ilyen meg nem fogható, különleges, varázslatos történet. Egy fizikus életében ez mennyire jelent izgalmas területet, tehát mennyire viszi el inkább valóban a misztikum, a hitvilág felé, vagy azért ti meg tudtok maradni kőkeményen a számok és a fizika világában, amikor mondjuk csillagászatról tanultok, vagy esetleg tanítottok? De meg lehet maradni ebben természetesen, tehát nyilván mindenkinek lehet valamilyen hite, spirituális, vagy akármilyen istenhite, de azt gondolom, hogy ettől el kell tudni választani a tudományt. Az egy más terület, az egy más eszköztár, amivel a világot megismerni próbáljuk, és
és nyilván nem feltétlenül szerencsés összemosni a kettőt. Ettől függetlenül nyilván együtt is létezik a kettő, meg külön-külön is létezik a kettő. Általában az ember, amikor tanul, akkor mindig szembesül azzal, hogy minél többet tanul, annál kevesebbet tud. Valószínűleg így van ez a csillagászattal is, nem? Tehát minél távolabb kerül az ember, és látja, hogy az univerzum milyen hatalmas, annál inkább ott a félelem, hogy Istenem, soha nem fogom tudni igazándiból megfejteni. Ez abszolút így van a fizikában is, meg a csillagászatban is, és azt gondolom, hogy minden tudományban, hogy az ember egyetemi évei alatt döbben rá, hogy te jó ég, mennyire keveset tudok még. Tehát, hogy erre jó az egyetemi magas szintű tanulmány, hogy rájöjjön az ember, hogy amit eddig érteni vélt, az tulajdonképpen mennyivel bonyolultabb annál, mint amit elsőre elképzelt, és valóban mennyire pici szeletét értjük jól a világ működésének. Így van ez a csillagászattal is, hiszen annak a világegyetem fejlődésének, a csillagok működésének, a világegyetem szerkezetének, de még a naprendszernek is a működését azt napról napra tanuljuk, napról napra új információkat, új kutatási eredményeket kapunk, amelyek újra és újra átformálják a világról alkotott képünket. És mondd, Péter, mi ennek a történetnek a gyakorlati haszna? Tehát miért jó tudni azt, hogy mi is van az univerzumban? Mitől lesz ezáltal a mi földi életünk jobb vagy szebb? Ez egy nagyon jó kérdés. Fizika jelentős része, illetve a csillagászat jelentős része is alapkutatás. Tehát, hogy nem azért csináljuk, mert növeli a GDP-t, hanem azért csináljuk, mert kíváncsiak vagyunk. És meg lehet ezt fogalmazni több oldalról is. Az egyik megfogalmazás az, amit én nagyon szeretek, hogy az, hogy megpróbáljuk megérteni a világot, az, hogy építjük tégláról téglára a tudománynak az építményét, az tulajdonképpen ugyanúgy a kultúra része, mint bármelyik nagyköltőnknek a versei, vagy íróknak a regényei, vagy egy szép festmény. Ugyanúgy az emberi kultúra része tulajdonképpen ez is, csak ezt sajnos sokkal kevesebben értékelik. Te mit gondolsz? Egyedül vagyunk ebben az univerzumban, vagy vannak máshol is civilizációk, élőlények? Hát akár lehetnek is. Nincs igazán határozott véleményem erről. Egyszerűen annyira kicsi részét ismerjük az univerzumnak, annyira, tehát nyilván a távcsövekkel és különböző egyéb modern csillagászati módszerekkel jelentős részét belátjuk az univerzumnak, de azok igazából csak a csillagok, galaxisok, amiket látunk. Nagyon, tehát messzelevő csillagoknál fogalmunk sincs arról, hogy mi van a csillag körül, vannak-e körülötte bolygók. Ez leginkább az utóbbi néhány évtized az, ami olyan módszereket hozott a csillagászat eszköztárába, amivel meg lehet állapítani, bizonyos esetekben meg lehet találni bolygókat távoli csillagok közül, de ez általában csak a nagyon közeli csillagoknál, nagyon speciális esetekben működik. A legtöbb csillagok túlnyomó részénél fogalmunk sincs, hogy van-e valami körülötte egyáltalán, nem hogy arról, hogy az a, ha ott esetleg van-e is bolygó, azok milyen tulajdonságokkal bírnak. Mert azt gondolom, hogy azért az iméti kérdésem valamelyest erre is irányult, mert talán a legtöbb embert ezt foglalkoztatja, hogy ha van, akkor vajon milyen messze, és hogy ez a mi földi életünkre valójában lesz-e hatással, találkozunk-e velük, és ha igen, jó vagy rossz szándékkal, nyilván erről szól a filmipar töménytelen mennyiségű science fiction alkotása és mindenféle játékok, tehát igenis a legégetőbb kérdés, azt gondolom a legizgalmasabb kérdés, hogy egyedül vagyunk-e vagy sem, tehát talán lehet, hogy ezek a top témák a csillagászatban. Nem tudom, te hogy látod, most így 2018 tájékán mik a legizgalmasabb kérdések, amik úgy időről időre, akár közösségi oldalakon is olvashatók, vagy különböző, akár tudományos oldalakon is. Igen, hát ketté választanám a kérdés első részét is. Tehát azt nyilván nem tudjuk, hogy meglátogat-e minket egy idegen civilizáció, és ha igen, mikor holnap, vagy 2000 év múlva, vagy sose.
Erről igazából még tippelgetni sem tud a tudomány. Az, hogy a mi életünkre lesz-e hatással, lesznek-e hatással azok a bolygók, azok a esetleg távoli világok, amiket mostanában fedezünk fel, közeljövőben semmiképpen, 100 évek, 1000 évek múlva talán ilyen távlatban igen. A magának a csillagászatnak ez az egyik ága tulajdonképpen az exobolygók, a naprendszeren kívüli bolygóknak a keresése. Erre mondtam, hogy ez az utóbbi néhány évtizedben indult be igazán, de ahhoz képest, hogy mennyi csillagot ismerünk, nagyon-nagyon kevés olyan csillagot ismerünk, amiről biztosan tudjuk, hogy bolygó van körülötte. De azt gondolom, hogy tehát ez az egyik legforróbb téma, az, hogy idegen civilizációk vannak, ez erre tényleg csak akkor fogjuk megtudni, hogyha találkozunk velük. Egyéb, tehát nyilván sok iránya van, sok ága van a csillagászatnak, ami mostanában még szintén forró témának számít, ez az úgynevezett gravitációs hullámoknak a keresése, illetve azoknak a tulajdonságainak a megmérése. Az utóbbi években ezzel kapcsolatos néhány nagy hír is napvilágot látott. Találtunk ilyeneket, ilyen gravitációs hullámokat, ami nagyon nagy tömegű objektumok, fekete lyukok, illetve neutroncsillagok összeolvadásából származnak. Ez egy teljesen új területe a csillagászatnak, eddig mindig csak valamiféle látható tartományban működő távcsővel nézegettük az eget, vagy rádiótávcsövekkel. Ez a gravitációs hullámdetektálás, ez egy teljesen új téma, és egy nagyon forró téma. Péter, sajnos az időnk elfogyott, és nem beszéltünk arról, hogy hamarosan egy meteorit hullást, vagy csillaghullást láthatnak a kedves nézők. Lehet, hogy ez itt közel is van a csillagászat világnapjához, 25-e körül érdemes kémlelni az égboltot. Hát akinek van ugye távcsöve, annak valószínűleg nagyobb élménye lesz, de akinek nem, szabad szemmel valószínűleg akkor is látható, ugye? Igen, láthatóvá válhat. Hogyha derült lesz az égbolt. Igen. Hát köszönöm szépen, hogy is mondjam, egy kis csillagport hintettél itt a műsorunk végén a nézőknek a gondolatai közé, és kívánok neked is kellemes hétvégét, és köszönöm jó szépen. Csillagnézést. A kedves nézőknek szintén a Menta Project utolsó kis dalával kívánunk. Nagyon szép hétvégét, játszanak velünk, figyeljék a Facebook oldalunkat is, és várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanitt ugyanekkor. Viszontlátásra! A szemed ragyog, elkésett kor ne vár. Valamelyik filmben láttad már, s hallod ezt az én melódiát, valahogyan tud még hatni rád, mert bán nagyon, hogy összevesztünk néhány szólamon, és dúlva-búlva elfeledtünk rá, mi az, ami összetartott. A lassú szám, letűnt vár, sercegő nevezés. S ha diszonás az élet, a furcsa szerz a bélet, hús harmóniáit pengetem én. Kor ne vár, ha valamelyik filmben
Tell me.